A mennyezeten modern LED lámpák, a teremben pedig székek sorakoznak. Így fest most a nyáron átadott Fogtői Művelődési Központ. Az épület a tavaly évben teljes egészében megújult, melyre a településnek a TOB biztosított támogatást 87 millió forint értékben, melyet jelentős önerővel 50 millió forinttal is kiegészített a község. Ezt 2019-ben a választások után november 1-én adtuk át a munkaterületet, úgyhogy közel egy évig nem lehetett semmilyen rendezvényt tartanunk, mert teljesen szét kellett bombázni az egész kultúrházat, de ha megnézi valaki, akkor azt mondja, hogy tényleg egy szuper, a környéken nincs ilyen kultúrház, amit megcsináltunk. Ennek az avatása tavaly augusztus 26-án volt itt kint a Szabadtéren. Itt tartottunk egy ilyen, a falunak egy ilyen műsoros kultúrházavatót, és a kultúrháza be lehetett menni, mint a múzeumokba, ilyen tízes csoportokba, és megnéz egyik ajtón, a másikon is meg lehetett nézni, hogy néz ki belülről, és milyen felszerelése van. Ugye az oldalatot kicserítik a székeket, színpadtechnikát, mindent, fűtést, légkondicionál, mindent. Tehát amit el lehet képzelni, ami belefért ebbe a közel 150 millió forintba. Jelenleg a koronavírus járvány nem teszi lehetővé a rendezvények tartását, azonban a későbbiekben esküvők, bálok, színházi események helyszíne lehet a megújult modern épület. Családi ház a település központjában, az egészségház is felújításra került Fogtőn. Erre a JETA biztosított számukra forrást, melyet szintén önerővel egészítettek ki. Nagyon régi családi házot. Évek ezelőtt már egyszer aláfalasztuk hátul a hátsó falakat, meg ilyen toldozás-foldozás volt, de hát elavult volt minden. Most a védőnő és a család segítő nagy megelégedésére most már kicseréltük a belső berendezést is, és nagy örömmel vannak az új környezetben. A kisgyerekes anyukák is, akik jönnek, mert az ugye a koronavírustól függetlenül a védőnőhöz azért csak el kell járni, csak nem csoportosan 6-8 gyerek jön, egyszerűen csak egyesére hívják be időpontra őket. A Magyar Falu programban eszközök beszerzésére is nyertek pályázatot, mind az orvosi rendelő, mind a védőnői szolgálat számára. Így nem csupán az épületek újulhattak meg, hanem a műszerek, a berendezési tárgyak és a számítógépes rendszerek is. Ezzel is segítve a szakszerű és precíz munkát Fogtőn. Ezek megvalósultak, teljesen új berendezési tárgyak vannak, a doktornő is nagyon örül neki, számítógéprendszert, mindent. Tehát nagyon szépen felújított. Egy pár év ezelőtt felújítottuk ugye az orvosi rendelőt, most még a számítógéprendszere is megújult. Tehát most lassan öröm lesz ide járni, dolgozni. Fogtőnek az idei évre is nagy tervei vannak. Készülnek a hamarosan induló új Dunahíd építésére, konditermet újítanának, nyugdíjas klubot létesítenének, és csatlakoznának a Life projekthez is. Mindezekről külön riportokban számolunk majd be.